közös teherviselést. A szekszárdi Szent József Katolikus Iskola Központ diákjai készültek emlékműsorral az aradi vértanú kivégzésének 172. évfordulója alkalmából a Babits Mihály Kulturális Központban. A gyerekek a szabadságharc legfontosabb eseményeit, majd az azt követő megtorlásokat idézték fel. 1849. október 6-án Hajnaú császári királyi tábor-szernagyparancsára Batthyány Lajos miniszterelnököt Budapesten, a 13 vértanú tábornokot pedig Aradon végezték ki. A megemlékezés végén Szekszárd alpolgármestere gyászszínű fekete szalagot kötött a Magyar Nemzetőrség Tolna megyei szervezetének zászlórúdjára. Gyurkovics János azt mondta, az 1848-49-es szabadságharcnak a mai korban is fontos üzenete van, hiszen arra emlékeztet, hogy sosem szabad hagyni, hogy elnyomják a magyarságot. Akkor is és most is egyértelműen az elnyomás ellen meg kell tenni mindent, mindent el kell követni annak érdekébe, hogy egy korrekt, átlátható rendszerbe tudjunk élni mindennapjainkat. A forradalom leverését követően 110 magyar katonát és hivatalnokot végeztek ki Hajnaú császári királyi tábor szernagy parancsára.